A Rákóczi Szövetség felvidék szerte ezekben a hetekben mintegy 3600 iskolakezdő gyermek családjának adja át a szimbolikus ösztöndíját. A Pozsony megyei Magyar Szórványvidék központjában Szencen 40 kisensőst és szüleiket köszöntötték. Magyarnak lenni nem egyszerűen egy élethelyzet, egy vállalt hivatás, hanem egy különleges ajándék, hangsúlyozta Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár a Rákóczi Szövetség ösztöndíját adó ünnepségén Szencen. Mint mondta, Magyarország hálás a szülőknek, hogy gyermekük nevelésében és tanításában esélyt adnak a magyar kultúrának, a magyar nyelvnek és a magyarságnak. Az, hogyha itt az állampolgárságát adó ország nyelvét ismeri az illető, és mellette kiválóan beszél magyarul, az a fiatalokat többé teszi. Ráadásul a magyar nyelv az egy különleges nyelv, egyedi nyelv, erről beszéltem a köszöntőmben is, ez egy titkos kód, amely olyan kapukat nyit meg előttünk, ahol mások, akik nem magyarok, vagy nem beszélnek magyarul, nem tudnak bejutni. Erre bátorítottam a fiatalokat, a szülőket, hogy vezessék be a fiatalokat ebbe a különleges világba. Minél több gyermeket iratnak magyar iskolába, annál inkább biztosította a magyar jövő a szenci járásban. A magyar iskola választás egyet jelent a magyar identitás megőrzésével. A külhoni magyar közösségek fennmaradását is segíti, a gyermek pedig többlet tudáshoz jut. Takács Szilvia és férje számára nem volt kérdés, hogy a gyermekük magyar iskolában kezdje meg tanulmányait. A férjem is, meg én is magyar intézményeket látogattunk, és természetesen egyértelmű volt, hogy a gyermekeinket is magyar tanítási nyelvű intézményekbe adjuk. Ez azért is fontos, mert az anyanyelvén tudja egy gyermek elsajátítani az alapvető tudást, és egy ilyen rendezmény ezt megerősíti. A szlovák nyelvet itt Szlovákiában meg kell tanulnia, és lesz egy többlet tudása azzal, hogy ő magyar. A szenci járás komoly problémákkal küzd, ugyanis az elmúlt 10 évben számos magyar kisiskola szűnt meg. Szeptembertől már Zonc-Torony iskolájában sem nyílt meg a magyar tagozat. Egyedül a Hecsúri alapiskola tartja magát. A járásban 2 teljes szervezettségű gyűjtőiskola működik, az egyik a Féli, a másik a Szenci. Szencen 9 elsős jelentette a mélypontot, mára ezt 25-re sikerült növelni. Számos vegyes házasságban született gyermek is ebbe a magyar iskolába jár. Nagyon-nagyon sokat kell azért dolgozni, hogy az iskolánk itt egy oszlop legyen, egy végvár legyen. A kollégáknak nem az az elsődleges munkaköre, hogy reggel bejönnek az iskolába, és délután a tanítás végeztével elmennek haza, hanem rengeteg sok feladatot még fel kell vállalniuk a magyar kultúra ápolásáért és megőrzéséért. Ma a végvárakon nem elég az, hogyha mi magyar iskola vagyunk. Nekünk egyben egy közösséget is kell alkotnunk. Mi biztosítjuk azt a magyar kultúrát a gyermekeknek, amit a családokon keresztül nem biztos, hogy megkapnának, hiszen ez egy szlovák vidék. Nekünk azt kell biztosítanunk, hogy a gyerekeink úgy szeressenek ide járni hozzánk, hogy aztán visszahozzák a gyerekeket. A magyar iskolák megmaradását az iskolabusz hálózat is segíti. A magyar kormány támogatásával és a Rákóczi Szövetség üzemeltetésével a 2023-24-es tanévben az iskolabusz hálózat 4 autóbusszal bővült a felvidéken. Egyet kapott a Szenci Magyar Alapiskola is, ahova 14 településről járnak be gyerekek.